Valószínűleg le fog merülni a kamera, úgyhogy nem tudom, hogy lesz ez a videó. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olyan videó lesz, amilyet még nem csináltam, de random december közepén valahogy elkapott a hív, hogy én olvasási statisztikát akarok Excel táblázatban készíteni magamnak, úgyhogy megcsináltam, és úgy voltam vele, hogyha már azt így tanulás helyett arra áldoztam az időmet, hogy azt összepakoltam, akkor csinálok belőle egy videót. Egyébként ilyen videót már láttam másoknál, tehát alapvetően ez nem volt annyira új számomra, csak én magam még nem csináltam ilyet a csatornára, de most lesz a 2020-as évemről, meglátjuk, hogy fog ez kinézni, mert amúgy nem tudom gyakorlatban ezt, hogy fogom megvalósítani, de meglátjuk. Szóval igazából készítettem egy Excel táblázatot, abban vannak bizonyos dolgok, amiket összegeztem, illetőleg még át akarom tekinteni a moly.hu-s, illetve a Goodreads-es statisztikámat, ez itt van nálam a laptopon, mert úgy gondoltam ezen egyszerűbb ezeket nézni, mint telefonon. Úgyhogy nézzük, hogy statisztikailag hogy alakult a 2020-as évem, mert megsúgom, imádom a statisztikát, tehát hogy szeretek nézni grafikonokat, statisztikát, összehasonlításokat, mindent. Én ezeket szeretem, szóval igazából azért készül ez a videó, mert szeretném én magamnak látni, hogy hogy alakult igazából a tavalyi évem, akár az előtte lévő évekhez képest is. Aztán meglátjuk, hogy ez működik-e videóban is-e nálam a csatornán. No, szóval igazából akkor kezdem a Goodreads-es statisztikával, mert az van előttem megnyitva. Amit én innen látok, hogy igazából a tavalyi évben 59 könyvet olvastam összesen. Goodreads-en ez csak 58-ként van nekem megjelenítve, mivel az egyik könyv nem volt fönn Goodreads-en, de csak egy 22 oldalas könyvecske volt a Marikás könyv, amiről már beszéltem mostanában, és úgy voltam, hogy ezt most nem viszem fel külön, úgyhogy azt a Goodreads nekem nem számolta. Meglepő módon két darab két csillagos könyv van Goodreads-en, és a többi mint 3 és 5 csillag között van, a legtöbb egyébként 4 csillagot kapott. Ami még egyébként ilyenkor érdekes egyébként nekem, az az oldalszám, ami elég hektikus, tekintve, hogy Moyon más oldalszámok vannak, Goodreads-en más oldalszámok vannak, és ugye én olvastam e-könyvet is tavaly, meg hangos könyvet is, és ugye valahol azoknak nincs oldalszám jelölve, de én a saját statisztikámban, amit én magam tettem össze, oda mindegyikhez keresztestem egy ilyen átlag oldalszámot, mert végül is kiolvastam azt a könyvet, és én azt kiolvasottnak tekintem, függetlenül attól, milyen formában csináltam, szóval sokkal több az oldalszám a saját statisztikámban. Goodreads-en 19.788 oldalt olvastam tavaly. Egyébként Moyon pedig, akkor átlépek ide, Moyon pedig 18.636-ot. Ez azért van, mert a hangos könyveket Goodreads-en nem jelöltem külön, viszont Moyon igen, és Moyon nem volt a hangos könyvekhez oldalszám. Ezekről szerintem ennyi. Ja nem, még Goodreads-en ami olyan, az az évem könyvekben, és onnan két dologra vagyok kíváncsi. Bár azt tudja, hogy a legrövidebb könyv, amit olvastam, az a Marikás könyv volt. Az a leghosszabb könyv, amit pedig tavaly olvastam, az a Harry Potter 4. része volt, ugye angolul, az 636 oldal volt. És Goodreads szerint állatlagosan 341 oldalt olvastam. És átlagosan 4,2 volt az értékelésem. Na most akkor ezt vessük össze a sajátommal. Nos, akkor van nekem ez a nagyon gyönyörű kis táblázatom, amit összeraktam. Össze-vissza csináltam igazából a dolgokat, szóval nem feltétlen konzisztens, megpróbálom kiválogatni, és lehetőleg semmit nem kijönni. Na szóval, ugye 59 könyvet olvastam el összesen az évben, ami oldalszámban, hogyha mindent összeszámolok és nem hagyok ki, akkor több mint 20.000 oldal, pontosan 20.108, ez ugye nem teljesen pontos, mert ugye attól függ, melyik kiadás volt az, amit éppen néztem. És ez így az átlagos oldalszámomat 341-re teszi, ami így szerintem egyforma a Goodreads-essel. Pont ugyanannyi, mint Goodreads-en. Pedig itt több könyvet oldalszámoztam be. Ez érdekes. Szóval 341 volt az átlagos oldalam, ami tök jó, mert azt hiszem tavaly előtt, már mint 19-ben valami 280 körül volt, úgyhogy hosszabb könyveket olvastam. És majdnem ugyanannyit, mint 2019-ben. Amire nagyon büszke vagyok, hogy az 59 könyvből a háromnegyede női szerzős
könyv volt, szóval 45 könyv volt, amit nő írt, és olvastam tavaly, és 13 volt, amit férfi, illetőleg a Meseország mindenki nincs ebbe beleszámolva, mert ugye az vegyes szerzős volt, úgyhogy azt csak úgy így kihagytam ebből, mert igazából ugye nem tudom egyikhez se sorolni, de ugye az egy ilyen plusz egy. És ugye folytatom én ezeket a barangolás Európában most, már barangolás Amerikában is lesz, és emiatt büszke vagyok magamra, mert elég sokszínű volt szerzők alapján is, amit olvastam. Jó, a brit és az amerikai szerzők még mindig ugye nagyobb többségben vannak, tehát 18 brit és 21 amerikai szerzőtől olvastam. Egyébként a táblázatban úgy van, hogy ez a szerzőktől, hogyha több könyvet olvastam egy évben, nem szedtem külön, hanem így az összes könyvre lebontva néztem, hogy az adott könyvnek hogy alakult a szerzője, szóval így nyilván nem 18 különböző brit szerző, mert a 18 britbe beletartozik Cressida Cowell-nek körülbelül 7 könyve, szóval azt le is vonhatjuk. De így külön erre nem tértem ki, hanem így, így csak a könyvekre koncentráltam, és csak a könyveknek a nemzetiségére külön azt nem figyeltem, hogy írók szerint is még csoportosítsam, hogy ne duplikáljam. Ennyire azért nem értek az Excelhez. Jó, 7 magyar szerzős könyv is volt, ami szerintem egész jó arány, úgyhogy ilyen magyar órás kötelezőim időn nem voltak. 3 német, és még nagyon sok másféle volt, de majd tényleg bevágom ide a kis diagramokat, azok olyan jobban látszik, de olvastam. Kanadai, finn, orosz, ausztrál, cseh, afroamerikai, jó, hát ez ugye amerikai, de külön írtam. Dán, belga, venezuelai szerzőtől, és van 3 ilyen pluszosom, akik ilyen 2 címkét kaptak molyan, mert molyos címkék szerint néztem. Szóval van olyan, aki pakisztán, indiai és skót nemzetiségű is, az amerikai per brit mellett. Amit még érdekesnek tartottam, hogy formátum szerint milyen könyveket olvastam, tehát kemény táblás, puha táblás, hangos könyv, e-könyv, mert idén minden svédét olvastam, ugye mert idén kezdtem el hangos könyveket hallgatni. Puha táblából olvastam a legtöbbet, tehát 38 darab könyv volt puha táblás, 14 darab volt kemény táblás, és 2 darab e-könyv volt. Kettő. És hangos könyvből is olvastam 5 darabot. Ez idén már sokkal több lesz e-könyv és hangos könyv terén is, tehát most már azok felé is terjeszkedek, főleg, hogy megkaptam a saját e-könyv olvasómat, szóval ez így könnyíti a dolgokat. Amit még megnéztem, hogy hány sorozat részt olvastam, hány olyan könyvet, ami nem önálló kötet, hát ez 35 darab volt, viszont 24 olyan volt, ami nem sorozat része, szóval ez is egész jó arány szerintem. De ez elég várható, főleg, hogy manapság ez, szerintem egyre nehezebb olyan könyveket találni, amik nem sorozat részei, vagy előbb-utóbb nem íródnak hozzájuk új részek. Újraolvasás szempontjából úgy nézett ki az évem, hogy 10 darab könyvet olvastam újra, ami szerintem az Így neveld a sárkányodat sorozat fele volt, illetőleg a Grinch is biztos újraolvasás volt, és ugye 49 olyan könyv volt, amit nem újraolvastam, tehát most olvastam először, úgyhogy idén túl sokat nem olvastam újra, ami jó dolog, mert nyilván így több új könyvet olvastam, viszont ezzel csak nő az újraolvasásainak a száma, amiket újra akarok olvasni, nyilván ugye most a Percy Jacksonokról beszélek, meg úgy minden Rick Riordanról, a Gyűrűk uráról, akkor a Vajákat is nagyon újra kéne egyébként olvasnom, és még van pár könyv a polcomon, úgyhogy ilyen, igen. Csak az a baj, hogyha újraolvasok, akkor nem olvasok új könyvet, és ez az örök kérdés. Műfaj szerinti eloszlás az úgy nézett ki, hogy hát nyilvánvalóan fantasyból olvastam a legtöbbet, de egyébként minden könyvnek 2 oszlopnyi helyet hagytam, szóval 2 műfajt tettem be, ahova nem tudtam csak egyet. És igazából a molyos címkéket néztem, és próbáltam az ilyen műfajra, tehát ilyen fantasy, disztópia, romantikus, klasszikus, ilyenek vannak. Nagyon sokféle van, ezt nem fogom felolvasni végig. Ami érdekes, ezt a diagramoknál tudom megnézni, ha betölti. Igen, tehát nyilván a legtöbb az a fantasy volt, ami 27 könyv, és meglepő módon 12 romantikus jelölésű is van közötte, ami elég sok szerint. Mármint, hogy számomra meglepő. 13 pedig kalandregény, ebből a háromból volt a legtöbb. Na most a kalandregény az annyit jelent, hogy az Így neveld a sárkányodat is kalandregénynek van jelölve, szóval az ilyen gyerekkönyvek is általában ezt a címkét kapták, úgyhogy az körülbelül azt jelenti, hogy a 27 fantasyból 13 kalandregény volt körülbelül. De 12 romantikus, és de elég sokat azért olvastam. Csak
A helyzet az, hogy a romantikusok általában alacsonyabb értékelést kaptak, mint a nem romantikusok. Na most csináltam egy olyan részt is bele, hogy a megjelenés éve szerint itt ugye az eredeti megjelenést, tehát angolnál az angol eredeti megjelenést néztem, és egész sok friss könyvet olvastam, ami azért jó, mert 7 darab 2020-as volt, ami szerintem a recenziós könyvek miatt történt, aztán olyan 17-8-9-ből is nagyon sok volt, de olvastam ugye néhány klasszikust is, amik alapvetően a diagramból nem kerültek bele, mert akkor nagyon kicsi lett volna, nagyon nehezen lehetett volna látni, de ugye az ilyen Puffin Children's Classic gyerekkönyvek, amik nekem megvannak, azok ilyen 1800-as ezek évek vége, közepe vége, és 1900-as évek elején íródtak, szóval ott van egy kis eltérés. Szóval inkább frissebb megjelenések domináltak az idén. Amire még kíváncsi voltam, amit ugye moly.hu-n én és Goodreads-on is látok, az az, hogy egy adott évben hány könyvet, illetőleg hány oldalt olvastam, és ezeket vetettem össze, és aztán kiszámoltam, hogy hát a könyveknek kiszámoltam, hogy mennyit olvasok átlagosan egy évben. Na most a könyveknél úgy néztem, hogy 15-től számítottam, mert 15-ben kezdtem el nagyobb mennyiségben olvasni. Igazából most, amióta csinálom a YouTube-ot, azóta ugrottak meg az olvasási számaim, mert sokkal jobban motiválódok arra, hogy többet olvassak. 57 az átlagos könyvolvasás számom egy évre lebontva jelenleg, úgyhogy 15-ben még keveset olvastam. És itt van az oldalszámok szerinti összehasonlítás is, és ez szerint 17-ben olvastam legtöbbet, akkor még nem csináltam a YouTube-ot. Nyelv szerinti eloszlás is, hogy hány magyar, illetve hány könyvet olvastam magyarul, illetve angolul, ez majdnem fele-fele arány. Tehát 29-30 az arány jelenleg. És ami még érdekes, az az értékeléseim száma. Na most lebontottam úgy, hogy mi hány csillagot kapott, moly szerint, ott ugye lehet felezni is. És a legtöbb értékelésem 5 csillag volt. A második legtöbb a 4, úgyhogy ilyen 4,5 körül állok. Átlagos értékelésem ez szerint a táblázat szerint így, hogy vannak fél csillagok is, 4,07, és van egy darab, amit nem értékeltem, az pedig a Marikás könyv volt, mert most úgy voltam elő, hogy igazából nem értékelném. Azt kihagytam, hogy korosztály szerint hogy néz ki az eloszlása az olvasányaimnak, és nagyon durva, mert körülbelül harmada volt gyerekkönyv, harmada volt ifjúsági könyv, és harmada volt felnőtt könyv, ami tök jó, mert azt hiszem, hogy ilyen ifjúsági middle grade lesz a domináns, de nem, mert mindhárom kategória egyenlő arányban oszlik el, amire tök büszke vagyok idén. Hogy tényleg nem az ifjúsági dominált, vagy nem csak a gyerekkönyvek, hanem egy csomó felnőtt könyvet is olvastam, ami szerintem tök jó, és tök örülök neki. Na és most mondom azt szerintem, hogy nagyjából mindent elmondtam, remélem, ha esetleg nem, majd még így utólag fölveszek valamit, miután töltöttem a kamerán. Szóval így néz ki statisztikailag az én 2020-as éve olvasások terén. Aztán remélem, hogy tetszett ez a videó, és akkor csinálok jövőre is, statisztikát magamnak mindenféleképpen, azt nem tudom, hogy videó is lesz-e belőle. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!